A videóhoz a Panini Donruss Elite 2022-23 FIFA Retail dobozt a Collector biztosította. Megtaláljátok a webshopjukban komplett doboz, illetve csomagok formájában. Link a leírásban www.collector.hu. Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Futballcast Zone, és a mai videóban Panini Donruss Elite FIFA 2022-23 korábbi évnek ugye a bajnoksága, de ettől függetlenül ez mondhatni azért, hogy még viszonylag friss doboz, még bontatlanul lehet itt-ott kapni, főleg, hogy a Collector adott is egyet, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm, hiszen ez egy nagyon-nagyon komoly doboz, 200 kártya van benne, 20 csomagot fogunk kibontani, 10 kártyások a csomagok, könnyű a matek 200 kártya, viszont itt a főszöveg, ami engem a legjobban érdekel, hogy aláírt, illetve mezdarabos kártya is lehet a dobozba. Ebben van a legnagyobb esélye. Fettekből is lehet nyitni, amúgy aláírtad meg ilyesmit. Nagyon alacsony számozást. Viszont, hát a legdurvábbak azok mindig a retailbe szoktak lenni. Garantálva van 3 darab számozott. Persze több lehet, kevesebb nem. 8 paralel, úgyhogy egy feladatunk van. Bontsuk ki. Ezt szedem is le fóliát róla. Kártyavédelemről ne feledkezzetek meg, hogyha egy ilyen drága dobozt, vagy ilyen drága csomagokat bontatok, ez is megvan a Collectornál, ezt is nekik köszönöm szépen, úgyhogy van itt minden, legalább egy puhatok, de hát oplódás se drága, ezekre ne sajnáljátok a pénzt, kártyavédőkre, mert ha esetleg lesarkazódik, vagy valami, egy drága számozott, akkor az onnantól vesztett az értékéből. Úgy. Oké, a doboz zseniálisan néz ki, furra van tömve, mennyi csomag van benne, úgyhogy ezeket ki fogjuk pukkangatni, nézzük is meg, standek bekészítve, viszont standekre szigorúan csak per 50 alatti, vagy per 50-es aláírt, mi az számozott, vagy aláírt, mezdarabos kerülhet, tehát minden jött, mentet nem fogunk standre rakni, forró lesz, az biztos, remélem, hogy sikerül valami nagyon jót nyitni. Azt mondja, hogy Reece James minden kártya csillogós, akinek ugye ez a happy az most megkapja, ez nem a standard Donruss, ebbe az elitbe minden lap csillog, úgyhogy ez már egy előrelépés. Züle, majd utána egy Sterling, van itt egy Kingsley Coman-unk, majd utána egy Romelu Lukaku, és itt már érkezünk a jobbak felé. Mudrik, hát ebben Lukaku volt a legjobb, hiszen az paralel volt. Karim Benzema, Ferrati, illetve van itt egy Bruno Fernandes, és egy Dimitri Payet, tehát a színeltérésbe a Lukaku volt itt talán a legerősebb, de ez nem volt egy nagyon-nagyon masszív pak, ettől függetlenül nagy nevek ugye vannak benne, ezért is talán az egyik kedvenc kiadásom a FIFA-s, a különleges, a Premier League-es is, már a La Liga-s, olasz is, de a FIFA-sban minden benne van. Úgyhogy nekem ez úgy a nagy vágyam, hogy ilyet bontsak, mert már bontottam mindenféle bajnokságból ilyen Donruss Elite-et, de a FIFA-s retail az most új. Volpato, majd utána egy Koundé, szegény Barca ugye, Benacker, majd egy Alex Král, van itt nekünk egy Saliba, Mukoko megint csak egy paralel változatban, középre van rakva a paralel, tehát ki se lehet figyelni, hogy hol van, Christian Pulisic, melyik csomagban, egy Fredrik, vannak benne kisebb csapatok is, mint mondjuk egy Benfica, Real Madridos Rodrigo, illetve amerikai válogatott, meg ilyenek is előfordulhatnak, de azért nagy nevek vannak benne, nagy részt, cseh válogatott is, mondjuk az érdekes. Oké, szedjük ki a paralleleket, azért minimum tiszteletet adjuk meg nekik, tehát ami paralell, az külön szedjük, illetve itt a base, hát itt rengeteg hely van nagyon menő lapoknak, úgyhogy bízok benne, hogy azért jönni fog. Az a jó a retailbe, ugye, hogy garantálják a 3 számozást, tehát üres kézzel nem mész haza, hogyha ennyi pénzt elköltöttél, a számozottadat meg fogod kapni, 3 darabot is. Az, hogy milyen számozás, ugye, minél alacsonyabb az a jó. Enzo Fernández, mondjunk utána egy Phil Foden, a következő pedig egy Matthias Ginter, majd egy kórai válogató, Cho Haaland paralel verzió, ez már így erős, ez már így jó, tetszetős, oké, szuper király, David Neres, majd utána egy Ellison, a következő pedig egy Camavinga és Emiliano Martinez, jól van. Információk egyébként vannak a pak hátulján, tehát azért így meg lehet nézni, hogy per 96, meg per 99 is van. Van per 199 is, de hát van 1 per 1, még ilyenek. Úgyhogy azok 3 per 3, tehát nyitott 3 per 3-as aláírtat.
ez egy eléggé félelmetes dolgok vannak. Na jó, pörögjön. Kolo Muani, legendás aláírtakat is lehet nyitni, ilyen visszavonult ikonoktól. Mandava, illetve aktív játékosoktól is. FC Porto, majd utána Argentina, következő pedig egy Luke Shaw Angliából, egy Inter, még egy Inter, majd Sporting, Shakhtar Donetsk, és Kóra, fú, na ez volt a gyenge pak. Ha valami, akkor ez volt a gyenge pak, a paralel persze itt is garantálva van, de ez nem volt túl erős. Annak is örülnék, ha nem jön aláírt meg semmi, hogy egy számozás egy nagyon nagy névtől jöjjön. Mondjuk a Haaland, mondjuk egy Haaland, egy Mbappé, szóval hogy valami őrült nagy névből jöjjön számozás. De nekem ilyen nagy vágyaim azért nincsenek. Szerintem azért én most nem azt akarom mondani, hogy csak az egy per egy minden más szar, mert nem így van. Nem így van. Nem is szabad így hozzáállni. Pablo Barrios. Van benne valami vastag? Lehet, hogy csak ilyen kitöltő, hogy ne tud lemérni ugye a dobozt, hogy most melyikben van a jó kártya. Milan Skriniar. Majd utána pedig egy Taylor. Aha, ez egy jó kitöltő. Nagy prank. Jó vastag. Brickett. De van Star Status. Az már egy különleges kártya egyébként. Van itt egy Sudakov, össze-vissza nézzük, Grilis, a nevekben azért nem vagyunk annyira rosszak, Sancho, majd utána egy Ináció, van itt Shakhtaros, illetve megint egy Kórai, szuper. Nézzük a következő pakkot. Úgy, olasz Tonali már lesz a hátulján, elején Rabiot, majd utána egy Griezmann, következő egy Csáhanoglu, Brobbey, majd utána Roma Field Vision, az pedig a kedvenc ilyen base kártyatípusom, az egyik kedvencem. Nagyon-nagyon jól néz ki. Eleve a fektetett kártya nekem valamiért a perverzióm. A másik meg az, hogy meccsről kifotózott jelenet, háttérben látszik, hogy ez egy Juve meccs rendesen zajlik. Nagyon-nagyon tetszik. Ezt is kiemelem. Vlahovic, Foden, majd utána Alexis Sanchez, egy Gavi, majd utána az emlegetett Tonali, ugye. Már jó sok kártyánk van itt, alakul szépen a torony. Nézzük a következő pakkot. Olló egyáltalán nem kell, annyira könnyen nyílik, hogy teljesen szükségtelen ollóval bajlódni, nehogy megsésd a kártyát. Itt már ez az a szint, hogy annyira könnyen nyílik, hogy semmi értelme. Leroy Sané, majd utána egy Kai Havertz, van itt egy Kamavinga, következő egy Ibanez, majd utána pedig egy Julian Álvarez, és utána egy Spellbound Foden, nagyon jól néz ki. Van itt nekünk egy Emily Fox, női amerikai válogatott kitöltőnek, Acuna, majd utána egy Rico Lewis rookie kártya, és egy Memphis Depay. Szuper! Jöjjön a kövipak. Oké. Okay. Azt mondja, hogy egy Lautaro Martinez, majd utána egy Edson Álvarez, elkerül minket a számozott, azért most már jöhetne az első számozott, már nem azért. Declan Rice, van itt egy ketchup, majd utána egy, hú, de jól néz ki ez a rugó mozdulat a női focistától, de alatta viszont az első számozás per 16. Amíg a nőket nézem, alatta füstöl a per 16-os státuszkártya. Kis megjelölése, Atlético Madridos, Molina, nem rossz név, lehetett volna kórai nő, vagy női, amerikai, vagy kórai, Molina. De jó, per 16, 06, gyönyörű számozás, nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. Pau Torres, majd utána egy Milik, illetőleg itt egy McKennie, és a végére egy Salah. Ez jó pak volt, nevekbe is erős volt, illetőleg számozásba is erős, mert a per 16 az korrekt. Az nagyon-nagyon-nagyon korrektnek mondható. A puhatokat megkapja további védelmet, albumban rendezés majd a videó után. Úgyhogy azért nem toplóderezem most kivételesen, mert én albumban szeretem tenni ezeket. De van az a szint, ahol már polcra kerül. Ez a per 16-os, ez nagyon adja. Főleg azért, mert ugye a színkombinációs nagyon tetszik, ez a kék-piros, teljesen Atlético Madrid. Nagyon bejövős. Per 16. Jó. Nézzük a következőt. Christian Eriksen a hátulján, elején Jonas Hoffmann, majd utána egy Onana, következő pedig egy Pepe, majd utána egy Belotti, és lehet, hogy itt is jön valami durvaság. Caboret, ez is jó, ez a pókerkártya dizájnos, ez is nagyon-nagyon szép,
van egy kis dombornyomott hatása egyébként a kártyának, ahogy belenyomták a cuccot. Nagyon menő. Robin Gossens, őt is külön tesszük. Majd utána pedig egy levél, egy Gnabry, következő egy Barella, illetve az Eriksen. Szuper jó. Nézzük a kövi pakot, hiszen van még mit bontani. Jó kis prémiumozás, azért hetente egyszer megkívánja a szervezet a prémiumozást. Cufál, van itt nekünk egy Rafael Varane, illetve egy női Morgan, Alex Morgan, mondjuk ő legalább elég jó is, Diogo Costa, következő Garnacho rookie kártya, és Star Status, nagyon jó, már második ilyen jön, de nem dupla, ugye, az fontos, Scully, van itt egy Darwin Núñez, illetőleg egy Aronson, és egy Antonio Silva a végére. Na pukkanjon ki a következő pak, abból is valami jó számozott. Nézzük. Ó, ez is vastag lesz, már most látom. Az, hogy az valami izgalom-e, hát én lehet, hogy lelövöm a poént. Rapinoe, oké, okay. Picit meg is kapta. Az a baj, hogy ezt a dobozt meg az előző irodából hoztam át, úgyhogy utazott sajnos. Nem kellett volna neki. Trükkös, és még sérült is a kitöltő kártya. Hát ez a költözés megviselte ezt a dobozt. Na mindegy, Rapinoe, majd utána pedig egy Galeno, a következő pedig egy Julian Álvarez, illetőleg egy Sterling, és egy Star Status jön a Fofana után. Ferran Torres már a harmadik Star Status, úgyhogy már közeledünk a set felé. Nuno Tavares, majd utána egy Unai Simón és egy, mi ez, Robertson, illetve Valverde a végére. Jó! Menjünk a következő felé. Tényleg nagyon kevés csomagunk van már, nem olyan sok ez. Előjük itt a puskaporunkat. Rafinha, aki egész jó formában van. Hiába nem tündökölt most a csapata. Teo Hernández, majd utána egy Cseh, Schick, a következő egy Dembélé, illetőleg egy Neves. Ó, Bassey, paralel. Ó, na. Na és akkor igen. Itt van az, hogy nem vagyok annyira elégedett ezzel a számozással, mert maga a per 30 az tökéletes, az egy nagyon jó számozás a per 30, csak hogy se nem nagy válogatott, nem egy francia, nem egy spanyol, és hát a játékos se nagy. Úgyhogy Naomi Dreamer a következő számozottunk, egyelőre a Molina jelenti a sztárt, továbbra is picit sajnálom, hogy egy amerikai válogatottasba nyúltunk bele. Na nem baj, nézzük a többit. Van itt egy Peter Musa, majd utána egy Rodrigo de Paul, illetve a végére pedig egy Moiskin. Szuper jó. Hát még egy számozottunk, ugye fixen lesz, úgyhogy reméljük azzal több szerencsénk lesz majd. Na, kukancsuk majd. Kevin De Bruyne a végén, az már nem rossz, és ez is valami vastagsággal rendelkező pak. Cristiano Romero az elején, itt nagyon megüthettem a dobozt, hogy mindegyik sarkos az első kártya szerencsére csak. Van itt egy Mason Mount, egy Koulibaly, egy Marcus Thuram, majd Gabriel Veron, következő egy per 25-ös Virgil van Dijk, erről van szó. Nagyon jó, így már alatta a kitöltő már nem is annyira szomorít el, hiszen ez egy per 25-ös kártya, szerencsére ez sérülésmentesen. Baromi jó. A per 25-ös számozás az kifejezetten korrekt, ugye? És az, hogy Virgil van Dijk a világ egyik legjobb védője, tökéletes. Jeong, majd utána Tchouameni, egy Raspadori, illetve a Kevin De Bruyne, amit láthattunk. Jön a van Dijknak is a védelem. Tehát megvan a három garantált számozottunk. Minden, ami ezután jön, mert ugyanúgy jöhet, az már plusz extra. Az már tényleg csak haba tortán lesz. De így is, mondom, így is eléggé rendben vagyunk, azért ezek nem rossz játékosok, főleg a Molina és a Van Dijk, ami tényleg kitűnik. Szedjük ki az utolsó pakkot ebből az oszlopból, hát ha az jelenti még a extra csodát. Sima paralel verzióban még úgy szintén jöhet, kisebb-nagyobb név. Nessük meg, Tammy Abraham, majd utána egy Robert Lewandowski, a következő egy Adli, van itt egy Suchek, majd utána pedig egy La Torre, De La Torre, Lucas, majd Mkhitaryan, egy Rodman,
illetve Ansu Fati nagyon jó, majd egy Molina. Molina ugye van argentin válogatott megoldásban, illetve Atletico Madridosban is. Hát jól van. Van egy ilyen elég szép kártyánk, amilyen pókertkártya dizájnt kapott. Ide nem kevertem be más, remélem. Jó, szuper. Oké, végén összegzünk azért, hogy miből mennyit nyitottunk egy retailből. Hát nem titkoltan ebből albumot szeretnék csinálni, ami azért 100% közelébe ér. Gavi. A következő egy Decathlon. Majd utána pedig egy Timber, illetőleg egy Harry Kane, majd egy Almada. Ó! Az extra számozott, mert mondtam, hogy garantálva van a 3, de lehet több. Hogy ne lehetne több? Per 76-72, Emily Fox amerikai válogatott, Aspirations felirattal, de nem vagyok szomorú, nagyon örülök neki, mert ez az alap felületén, vagy alap mennyiségen felül jött ez a számozás. 72-76 nem egy sztár kategóriás szám, sőt mondhatni rossznak ebből a szériából, de azért nem is per 99. De nem baj, mert ez negyediknek jött, és 3-at garantált a doboz. Teljesen oké, teljesen jó. Arrébb is kell húzni a boxot. Úgy, hogy box legyen a kártyák között. Nagyon vicces, mehetünk tovább akkor. Pedri, Vlahovic, illetve Klaus volt még, és egy Musza a végére. Na nézzük, hát itt még extra kedvel bontok bele a következő csomagba, hogy a garantáltakon felül már nyitottunk egy számozatot, és még lehet, nincsen megadva, hogy izé, most nem lehet több. Schlotterbeck, majd utána pedig egy Mason Mount, a következő egy Oblak, Aslani és egy nagyon menő Kelvin Bassey, de alatta a Diogo Dalot pókerkártya dizájnos megoldással. Van itt egy Otamendi, illetve egy Anthony, egy Memba és egy Nico Williams. Ha ezekből a kártyákból mennyiségre utazol rá, hogy minél több legyen neked, 100% körüli legyen meg ilyenek, egy-két számozottal, akkor viszont a fettek a jobb választás. Ha ilyen vastag kártyát szeretnél, vagy aláírtakra mész rá mezdarabosra, akkor pedig a retail doboz a te választásod. Meg ebbe gyakoribb a számozott ugye a retailbe. Nézzük, Molina ugye ez az alapkiadása, azért van differencia számozott meg az alap között bőségesen. Van itt egy Romelu Lukaku, majd utána egy Luke Shaw, következő egy Goretzka, illetőleg egy Bajcetic és egy Star Status kártya pont idefér. Egy Sophia Smith, majd utána egy Santos, egy Sektáros, illetve egy kórai válogatott játékos. Nézzük a maradék pakkokat, ezeket már kiszedem a dobozból. 3 bontatlan csomag van hátra. Lessük is meg akkor. Jajajajajaj, na látod, itt sarkazódik. Nagy nevek elkerültek, nem? Nagy névből nem nagyon jött paralel. Rencs. Majd utána a következő egy Bukayo Saka, majd egy Fofana, Eden Hazard, majd utána egy Saliba, Spellbound Tadic, következő pedig egy Lisandro Martinez, egy Turner, Matt Turner, amerikai kapus, Fabio Carvalho, illetőleg egy Genduzi, jól van, nézzük akkor utolsó előtti pak, hát amíg jön valami. David Raum, majd utána pedig egy Becky Sauerburn, majd egy Taremi, argentin válogatott Messi, na végre valami nagy név, Messi, nagyon jó. Miretti, Spellbound Son, az se rossz azért, szépek ezek a Spellbound kártyák is. Virgil van Dijk, ugye alapkiadásban egy Svensson, utána pedig egy Sporting, illetve egy amerikai Reina. Szuper, utolsó pak! Nézzük, lesz-e benne még valami izgalom. Ó, vastag, ez is vastag. Kitöltős. Ó, nem, mezdarabos! Mezdarabos! Per 49 Rüdiger! Per 49 13 Rüdiger! Mi van? Ó, wow! Gyorsan nézzük át. Mendy, Nkunku, Dybala, Pedri, Pablo Torre. Ó, még ilyen is van benne, nagyon jó, Martinez. Sullivan, majd utána Hündogan, Bastoni,
illetőleg egy női kapus az amerikai válogatottból, és egy Antonio Rüdiger. De jó, kicsit megsimiztem, aztán puhatokba kerül, és akkor onnantól. Ez van touch. Ez van touch és polc. De király! Ez az! Hát, de jó. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök neki. Már csak azért is, tényleg el is könyveltem magamba, hogy ebbe is ez a fehér kitöltő papír van. Illetőleg, hogy már mi? Hát már minden megvolt. Ez a, ha azt nézed, ez az ötödik számozott kártya, mert per 49-13, és három számozott a garantált. Öcsé Maritél doboz. Real Madridos. Mesterapos. Jó. Ez kerül vantage-ba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk. Sziasztok. Azaz.